Kedves csokorom, jó estét kívánok! Elnézést, hogyha egy kicsit rekedtebb a hangom, de szerencsére nem énekelnem kell, úgyhogy megpróbálok minél tagoltabban és talán értelmesebben is beszélni, hogy a dunnyogásom az valahogy ne zavarja az előadást. Néhány dolgot azért kiegészítenék a Kati mondandójához. Az egyik az, hogy Kati szerényen elhallgatta azt, hogy 13 éven keresztül a Baróti Kultúrháznak az igazgatója volt, és egy meghatározó periódusa volt ez az időszak a kultúrház életében. Tehát úgy került ő a Györkösmány Albert Emlékházhoz, hogy előtte már volt azért gazdag tapasztalat a művelődés szervezésből. Ami azt kell mondjam, hogy érződik is a Györkösház életében. Egy érdekes epizód segített minket, egy szinte tragikus epizód segített akkor minket, hogy a Györkösház új lendületet kapjon, mégpedig az, hogy 2008. szeptember 15-én, akkor, amikor előtte átépítettük, átrendeztük a Györkösházat, beszakadt alatta a pince, szerencsére nem történt, mondjam azt, tragédia, hisz csak a padlózat tartotta többek között a Stenway zongorát is, és akkor újra kellett tervezni a Györkösházat, és ez itt Katinak óriási szerepe volt, és itt mondhatom azt, hogy ebből a tragikus helyzetből egy teljesen új Györkösház léphetett a kolozsvári közönségnek, közönség elé. És az, hogy ilyen arculata van a Györkösháznak, az főleg Katinak köszönhetjük. Még egy dolgot a múltamból, ha a másik terembe belépnek, az ajtó jobb oldalán látható egy díszoklevél, a Kunkocsárt nevét viselő MKDI. Ezt úgy mondjuk mi, hogy a legrangosabb erdélyi közművelődési díj, és én büszke vagyok arra, hogy az én elnökségem alatt, és én írtam alá ennek a díjnak az átadásakor, amit Dávid Lajos kapott, és számomra nagy öröm és nagy megtiszteltetés volt, hogy Lajosnak én adhattam át ezt a rangos MK kitüntetést. Na de térjünk át a művelődésre. A művelődés, mint Lajos is elmondta, 1948-ban indult, valójában akkor művelődési útmutatóként, tehát ez volt a neve, a művelődési útmutató. És egyértelmű, hogy abban az időben a nagyon fontos pártpropaganda, kulturális propagandának volt a magyar nyelvű folyóirata. És ennek megfelelően volt egy román nyelvű is, a két folyóirat, mondjam azt, hogy sőt egy német nyelvű is, a három folyóirat együtt, nem együtt, hanem külön-külön jelent meg. Egyértelmű, hogy a párt kulturális szócsöve volt, de rengeteg értékes írás, színmű jelent meg, és hogyha ma visszapörgetjük az elmúlt, most már ugye 72. évben jár a művelődés, visszapörgetjük ezt az időszakot, akkor hihetetlenül izgalmas dolgokat fedezhetünk fel, egyrészt arról, hogy hogyan működött, és főleg a mai fiatalokat biztatom, hogy
hogy pörgessék egy kicsit a régi művelődést is, hogy mit jelentett akkor a pártpropaganda, hisz egyrészt az írások maguk is, az írásoknak is tükrözniük kellett a politikai helyzetet. Másik oldalon pedig érdekes azt felfedezni, hogy az akkori szerkesztők hogyan próbálták, amennyire lehet kijátszani a kor politikai szorításai. Hadd mondjam el, hogy érdekes módon abban az időben olyan írók, olyan személyiségek és a kulturális életünk jelesei, akiket valamilyen okból kifolyólag politikailag, hát félreállítottak, vagy nem engedték, hogy publikáljanak, tekintettel arra, hogy a közművelődés az ugye népi kultúrát támogató folyóirat volt, ebből kifolyólag itt publikálhattak. Itt találjuk meg Szabó T. Attilának az írásait akkor, amikor éppen nem írhatott, Kallor Zoltánnak az írásait, amikor nem írhatott, és számos más olyan személyiséget ebben az időben. Érződik a lapnak a 70 évét, ha átforgatjuk, 89 előtti időszakot különösen, érződik az is, hogy mikor engedett a húzd meg, ereszd meg, amit a politika ugye a kultúrában is játszott, és például 1967 és 70 között András János lesz a főszerkesztő helyettese, aztán 70-től 75-ig ő lesz a főszerkesztő. Abban az időszakban egy kicsit a politika is mintha enyhült volna, hisz ne felejtjük, hogy a 70-es, 60-as évek végén, 70-es évek elején indul a Kritérium könyvkiadó, akkor indul a Magyar Adás, tehát egyfajta olvadás van a kultúrában, és András János ezt csodálatosan kihasználta, és fantasztikusan érdekes írások jelentek meg, tanulmányok abban az időben. Olyannyira, hogy akkor, amikor a lap 70 éves évfordulóját ünnepeltük, akkor többek között abban az évben minden lapszámban egy-egy régi írást emeltünk át abban az évben a lapszámokban, jelezve, hogy azért a régi művelődés nagyon-nagyon érdekes és izgalmas írásokat, tanulmányokat közölt abban az időben is, amire ugye sok szempontból kulturálisan és mi néha rá legyintünk. Na most 90-ben egy új helyzet adódik, a művelődés addig a Kulturális Minisztériumnak az ékisze alatt Bukarestben jelent meg, a minisztérium támogatta. 2009-ben már előtte a minisztérium kezd elmondani nem csak a művelődésről, más kiadványokról is, és 2009-ben a Kolozs megyei tanács átvállalja ennek a lapnak a kiadását. Ami azt jelentette, hogy igaz, hogy szerényebb körülmények között, mert csak 32 vonalon jelenhet most is meg ez a kiadvány, de mégis biztonságos volt az anyagi háttere. Persze hadd mondjam el, hogy az elején nem voltak alkalmazottak, meg pont akkor jött be az a megszorítás, hogy a be nem töltött helyeket állami, tehát költségvetésben működő intézmények be nem töltött helyeit ugye blokkálták, tehát pont akkor került át Kolozsvárra, úgyhogy gyakorlatilag 2013-ban, amikor Szabó Zsolt egy akkori főszerkesztő nyugdíjba vonult, és én átvettem, megpályáztam a lapnak az irányítását, akkor egy egyszemélyes
eléggé fapados szerkesztőséget tudtam átvenni, hisz a többi hely ugye blokkálva volt. Ma, hál' Istennek, már 5 személy dolgozik ebben a szerkesztőségen, illetve hát a könyvelővel 6. Főszerkesztőn kívül van még egy, meg van még 2 szerkesztői posztunk, egy képszerkesztői, illetve egy terjesztő adminisztrátor, meg egy könyvelő. Akkor, amikor átvettem a lapot, még azt meg kell jegyeznem, hogy a lap számos, az elmúlt 70 év alatt számos változáson ment át. Ezt főleg akkor lehetett látni, hogy új főszerkesztő van, amikor a lapnak a külseje, külalakja változott. És 90-ben, amikor újra nyitották a lapot, mert 85 és 90 között a megéneklünk Romániának lett egy ilyen mellékletne, 5 éven keresztül, amikor 90-ben újra indult a lap, akkor a művelődés mellé alcímnek odaírták, hogy, és nagyon helyesen, hogy közművelődési havilap. Na most ez egy roppant érdekes helyzetet teremtett. Ma a Erdély területén, Románia területén az egyetlen olyan folyóirat, amely kifejezetten közművelődési kérdésekkel foglalkozik, és a Kárpát-medencében sem ismerünk olyan folyóiratot, illetve egy van a Művelődés, Magyar Művelődés Intézet által kiadott Szín nevű folyóirat, amely kifejezetten közművelődés. Tehát csak a prélin, hogy így mondjam, ketten vagyunk. Persze, hadd mondjam el, hogy a közművelődés maga is egy roppant érdekes szavunk is, és roppant érdekes az elmúlt 150 évben, hogy milyen tartalommal töltődött fel, tehát mit jelent ma a közművelődés, az egy teljesen más dimenzióba helyezi a művelődési életünket, mint mondjuk akár 100 évvel ezelőtt is. Amikor 2013. július 1-től átvettem a folyóiratot, akkor, és ha megengedik, muszáj gyantázat, mert másképp nem megy. Az a szándék vezetett, hogy egyrészt, ami a folyóiratban én úgy találtam, hogy jó és tovább kell folytatni, azt folytattuk, főleg az egyes rovatait a művelődésnek. Másrészt pedig azt mondtam, hogy újítni kell, és próbáljuk meg egy kicsit magazinosabb, és a belvilága más tördelési technikával levegősebb folyóiratot tegyünk az olvasók asztalára. Ez volt az egyik elképzelés. A másik elképzelésem pedig az volt, hogy próbáljuk 2 lábra állítani a folyóiratot. Főleg az, hogy 32 oldal az nem egy nagy terjedelem, de azelőtt 40 meg 50 oldalakon tudott megjelenni, tehát mondjuk akár 89 előtt is. De 2 lábra állítsuk a folyóiratot, az egyik legyen, az egyik ugye lába legyen az általános műveltség, az általános kultúra iránt érdeklődő személyek kapjanak, egyének kapjanak benne érdekes olvasnivalót, a másik pedig az, hogy próbáljuk meg közelíteni a lapot a gyakorlati művelődés szervezők fele. Tehát, hogy nem tudom, a táncház mozgalom, a kórus mozgalom, a különböző kézműves mesterségek, stb. Kapjanak valamiféle irányítást, mindig az aktuális, legmodernebb, az illető kultúra területén a legmodernebb hát irányzatokkal ismerkedjenek meg. Na most azt mondjam el, és ezt be kell vallanom, hogy az egyik láb egy picit gyengébre sikerült, mégpedig az, hogy a gyakorlati közművelő, az általános műveltség, ott számos érdekes
írást tudtunk megjelentetni, a másik oldalon viszont úgy érzem, hogy még hiány van, mert ugye nagyon nehéz olyan szemét találni, aki mondjuk kézműves és jól ismeri a szakmáját, de írni is jól tud. Sajnos nincsen lehetőségünk arra, hogy kiküldjünk, megfizessünk egy riportert, hogy elmenjen és készítsen egy érdekes helyzetben egy érdekes riportot az illető szeméről. Tehát ez az oldal egy kicsit nehezebben működik, de igyekeztünk azért itt is, amennyire lehet, hát azért ezt a területet is befogni. Egyrészt, ha megnézzük a lapot, tehát így néz ki ez az idei decemberi lapszám. Tehát amikor átvettem a lapot, akkor azt mondtam, hogy legyen színes a borítója. Minden egyes lapszám első cikke egy vezércikk, amelyik valamilyen kulturális eseményhez, vagy pedig valamilyen gondolatkulturális, aktuális kultúrgondolat köré csoportosul számunk. Hoztam az utolsó fél évből, ajánlom szíves figyelmükbe, mert a többi hónapból is van, tehát fél évre visszamennek három lejt, tehát nem a világ vége árba. Az idei lapszámokat nekünk kötelességünk egyelőre pénzért adni, de hoztam néhány mellékletet is. Na most a mellékletre hadd mondjam már, hogy büszke vagyok abból a szempontból, hogy érdekesek kiváltak, és olyannál, amelyeket mondjam azt, hogy keresnek. Keresnek abból a szempontból, hogy mindig valami, vagy valami tematikát, vagy egy bizonyos régiót ölettünk fel ezekben a mellékleteknek. Így az elmúlt, tehát 2013-tól megjelentek két olyan mellékletünk volt, amiben kifejezetten a románi-magyar házakról írtunk. Volt olyan mellékletünk, amelyik 12 erdélyi kórusművet, tehát a kórus mozgalom részére, vegyes kar részére, erdélyi karnagynak a műve 12, mondjam azt, hogy kottát tartalmazott, most nemrég jelent meg egy Furuja iskola, tehát a nullától a szoprán furuját nullától meg lehet belőle tanulni, de ugyanakkor megjelentettünk régiós mellékleteket is. Ezek a régiós mellékletek, ezek Erdély különböző kistérségeinek, kis régióinak a kulturális életét mutatják be. Ebből hoztam, és ezt szívesen, ami van belőle, ajánlom figyelmükben, ez ingyenes. A mellékleteinket mindig ingyenesen adjuk, tekintettel arra, hogy külső, tehát nem a költségvetési pénzből adjuk ki, hanem külső forrásokat vonunk be, és nyilván nem akarjuk a könyvelésünket megkavarni, meg hát ezek plusz pénzek, amiket úgy érezzük, hogy egyértelmű, hogy a folyóiratot ingyen tudjuk továbbadni. Ilyen, két mellékletet, az egyik a Sóvidék, nemrég tavaly, aztán tavaly jelentettük meg, igen, 2018-2. A Sóvidék, a másik pedig, amikor 70 éves volt a művelődés, akkor ebben a kiadványban hát körbejártunk meg a közművelődésnek a mai fogalmát, hogyan látják ma az emberek közművelődési életet, magát a közművelődést. Egy kérdés csokron keresztül 17 erdélyi értelmiségi válaszolt a kérdéseinkre, illetve hát
jó magam készítettem egy kis tanulmányt, hogy hogy látom én ma, aki ugye több mint 3 évtizede foglalkozom közművelődés szervezéssel, művelődés szervezéssel, hogy látom ma a közművelődést. Nyilván még azt mondanám el, hogy ugye, aki bár a lapot 900 példányban nyomjuk, és azt kell mondjuk, hogy jól állunk abból a szempontból, hogy 650-700 példányt el tudunk adni belőle, annak ellenére, hogy nincsen meg a lehetőségünk azt, hogy olyan terjesztő hálózatba vigyük be, hogy nagy felületen tudjuk a kiadványt terjeszteni Erdély területén, és akkor így tömbösítve tudjuk, tehát a könyvtárak fele próbáljuk eladni Magyarország, illetve Harkita Kovászna megyében, meg vannak előfizetőink is, viszont törekszünk arra, és nagyon látogatott a honlapunk. A honlapunk, aki ma nincs a fenn az interneten, az gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy nincs, és aki nincs a Facebookon, ma sincs. Tehát mi mind a két helyen ott vagyunk. Így néz ki a honlapunk, persze hadd mondjam el, hogy nem ahogy megjelenik az új lap, nem tesszük fel rögtön a honlapra. Itt is ugye látható, hogy 2 hónap késésben vagyunk, tehát így néz ki a honlap. Fenn látható a lapszámok, a mellékletek, előfizetési lehetőség, a keresés és az impresszum. A második fejlécen pedig a különböző rovataink láthatóak, amik megjelennek a lap. A művelődés is most már fenn van digitális formában a kibernetikus térben. De továbbra is azt mondom, hogy a kézbe vettek egy könyvet, ha megvásárolok, akkor különösen, ha tudom, hogy akkor jelent meg frissiben, bevallom önöknek ilyen patavisztikus gondolatom, és rögtön meg is megszagolom. Valahogy a könyvnek van egy olyan illata, nem szaga, illata, ami, és minden könyvnek más. Pláne aztán, hogyha a tartalma is elbűvöl, akkor még inkább hatalmas élmény. Tehát azért ajánlom figyelmükbe. Én nagyon szépen köszönöm.